Tiszta érdekes. Nem tudom, szerintem ez nem is a kettő. Ez már lehet, hogy a három. Vagy nem tudom. Nem vágom, hogy melyik épület micsoda, csak így nagyjából. De rossz ez a minőség. Müller, Kaufüller, ez német nyelvű. Steinán, ez ilyen kőfeldolgozó. Szerintem ez az eredeti, amit most látunk. Mert itt van a két csaj a két szélén. Szerintem ez a Settlers 2. Igen, valószínűleg ez az. Hunter, Iron Smelter, Barracks, Well. Ez lesz az. Aha. Ma, hello mindenkinek, én a hatlábú farkas vagyok, mint a hangomat. Nagyon jól látjátok, na, milyen hülyeséget mondok. Szóval mint azt nagyon jól halljátok. Amit éppen láttuk, az a Settlers 2-nek a screenshotja, tehát ilyen képernyőképe. És ezt olyanokból gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mennyire hasonló a régi Settlers 2 és az annak alapján készült új játék, a Wildlands. Régebbi játékosok, akik a 80-as évek előtt születtek, illetve a 85-ös év előtt születtek, azok még emlékezni kötelező erre a játékra. A Settlers 2-be egy egyetlen főházból kiindulva szépen lassan követ bányászva, illetve fát, jóval lett a zene, követ bányászva, illetve fát kivágva, meg mindenféle bányákat létrehozva, szépen lassan az ellenfelet ugye le lehetett dózerolni a pályáról, ami nagyon vicces tudott lenni akkor, hogyha az ellenfél sokkal erősebb volt, mint mi. Ugye számítógép ellenfelekről lévén szó, tehát a régi Settlersben nem volt még multiplayer. Például van most már olyan is, hogy Wildlands. Na, a Wildlands nevű játék az egy az egyben a Settlers 1 és a Settlers 2. Egy nagyon jól sikerült összegyúrmázása ez a kettőnek. A különbség csak annyi, hogy teljesen magyar, és ingyenes, tehát bárki számára elérhető, úgy azonnal. A letöltési szekcióban, vagy fül alatt látjuk a Windowsosoknak, a Macintosos srácoknak, meg a Linuxosoknak a letöltési hogyan ját, tehát hogy hogyan kell letölteni és villámgyorsan játszani ezzel a játékkal. A Windowsosoknak értelmszerűen egy Excel letöltésével így be is fejeződik a dolog, a Macintosoknak a Damage File, illetve a letöltési menü DMG, ugye, tehát DMG-vel telepítenek, ugyanúgy, mint a többi esetben. A Linuxos rácoknak az Arch és az Ubuntu az, ami preferálva van, a többieknek a source code, a javasolt, tehát bármilyen operációs rendszerre letölthetők. A development résznél van egy olyan, hogy a development team, tehát az a csapat, aki ezt az egészet összehozta. Itt kell megemlíteni a Holger Rappet, mint személyt, és ez a személy az, aki ezt az egészet... Opa! Tehát ez az a személy, aki ezt az egészet fölkarolta, és úgy gondolta, hogy legyen újra játszható a Settlers 1, Settlers 2, tehát nem biztos, hogy ezeknek a dolgoknak itt mindenképpen feledésbe kell merülniük, úgyhogy itt fel lehet vele venni a kapcsolatot, illetve lehet küzdeni neki üzenetet, meg stb. Van egy csomó olyan is, például, hogy nyelvi fordítás, például Coders, na. Tehát ezek a srácok csinálják magát a kódolást. Ha nem egyszerű, ugye? Például Bámhor Tibor. meg van benne egy csomó egyéb magyar név, tehát Péter is van, meg ilyesmi. Grafikai mérnökök, illetve grafika, zene, hangeffektek, pályák, küldetések, kampánysztoria a barbároknak, birodalmaiak, az atlantisziaknak, fordítók, cseh, dán, német, finn, francia, gall, germán, herb és magyar. Ugye itt a Varga Dánielnek, a Euro-F-nek a kimagasló munkájának egy nagyon-nagyon pici sora, hogy ő az, aki magyarra lefordította ezt a játékot. Szó szerint akkor mondom még egyszer, hogy a Settlers 1 és a Settlers 2-nek a játékáról van szó. Úgyhogy indítsuk is a játékot. Na. Na szóval... Wildlands, ez az a játék ugye, amiről itten szó van, ez egy ilyen nyitó kép akar lenni, viszont teljesen magyar, tehát folytatáshoz kattints, vagy nyom meg az Escape billentyűt. Na, főmenü, ahol van külön oktatójáték, ami szépen elmagyarázza, hogy mit kell csinálni, van egy játékos mód, több játékos, felvételt meg lehet tekinteni a legutóbbi játékról, mert ugye fölveszi a játékot, lehet térképet készíteni,
Egyéb ilyen beállítások vannak, hogy képernyőméret, hang, zene, beállítás maximum FPS, milyen nyelven működjön. Ez persze most nem kell. Útmutató, licensz, jogok, stb. És akkor nézzünk egy egyjátékos módot. Na, az új játékban bármit kiválasztott, amit csak szeretnél, például hajózós térkép. A hajózós térkép azért jó, mert egy szigeten vagy, egy relatíve nagy szigeten. Egy bármit, amit csak el tudsz képzelni, azt te megtehetsz, tehát... Mit tudom én, jó nagy pálya legyen, Nílus. Bármennyi botot be lehet tenni, mert kiválaszt azt, hogy nincs, vagy azt, hogy védekező, és nem fog támadni. Tehát tök jó. Mit tudom én, nincs. Védekező. Hogyha látnám egyébként a pályát, átlagos. Nem tudom, tehát így valahogy jobb. Nem nagy különbség van. Na a lényeg az, hogy van egy játéktípus. A játéktípus többféle lehet, például fagyűjtőtől kezdve mindenféle vacak. Szabályok nélkül természetesen van feketeség az háború köde. Van zsarnok. Tehát itt mindenkit ki kell nyírni. A gyűjtőknél pontokat kapsz az értékes áruért, egy ösztes az érték. 4 óra elteltével a legtöbb pontja van, tehát van 4 órát, hogy megold. A földes úrnak a legnagyobb felet kéne megszerezni, és legalább 20 percig az meg is kell tartani, akkor itt időkorlát van Erdély Manu, ahol a legtöbb fával kell rendelkezned az adott időit, ugye 4 óra után, és akkor van a végtelen játék, ahol nincs köd. Tehát itt látni mindent, hogy a többiek mi a fenét csinálnak. Na indul a játék. A vesző és a pont billentyűkkel előre léphetsz a nemrégiben meglátott helyet közül, igen. Jó sok botot beraktam, természetesen standby-ba fog állni az összes. Na, úgyhogy indul a menet. Először is a játékot hogyan játszunk? Hát a space gombbal. De a space az megmutatja, hogy hova milyen nagyságú épületet lehet tenni. A piros a kicsi ház, oda elég gáz építkezni. A narancssárga az ilyen általános, és a zöld ugye a legnagyobb, tehát oda a legnagyobb házakat is akár be lehet tenni. Kezdjük ezen a részen, ahol követ kell majd bányászni. Tehát van kőfejtőnk, és a kőfejtőből az utat el kell húzni egészen a bázisig. Na innentől kezdve a kőfejtő már elkezd épülni. Akkor van favágó kunyhó. Most a favágó kunyhót is ugyanúgy be kell majd... itt egy kicsit azért csalni érdemes, mert... Nem tudjuk, hogy mi a fene... bányászható itt. Na most ilyenkor geológust érdemes kiküldeni. Most itt megy ki a három geológus, ezek mind meg fogják nézni, hogy ezen a területen, ezen a jobboldali kicsit ilyen szürkésebb területen mi a fenét érdemes bányászni. Na, lenyomtam a space-t és eltűnik a fölösleges terület. Nagyon rossz területen vagyunk, tehát ezt teljesen nyugodtan állíthatom. A rossz terület ez azért van, mert tiszta kő az egész. A kövön nem lehet ez a térkép. Tehát a kövön nem lehet farmot, meg semmi egyebet csinálni. Ja, ablakok, ilyen felbukkanó ablakok eltüntetése jobb gombbal. Jó, még mielőtt itt veszettül elkezditek keresni, hogy mi a fenével lehet eltüntetni. Jött üzenet. Tehát talált gránitot emberünk, és ugye az általános beállításokról érkezett üzenet, hát ez nem nagyon fog kelleni. Tehát ez gránit. Ez, amit itt láttok, ez kő. Meg ez is itt, amit láttok, ez is kő. Meg van fa. Az igazi probléma az, hogy itt a közepén azért majd valahol kellene víz. Mert farm az mindenképpen kell. Hát nem tudom, szóval egy kicsit még ilyen furcsának tűnik a dolog. Opa, ezt egy kicsit itt benéztem, szerintem. Ide nem az kéne, hanem hatalmas erőd. Az erőd az olyan dolog, hogy útépítés, igen. Így. Na most az erőd meg a katonai épületek kellenek ahhoz, hogy hát nagyobb legyen a területem, amit föl lehet használni. Nincsen semmiféle zoom, tehát nem lehet ráközelíteni, illetve rá nagyítani semmire. Ez a nagyítás, amit itt láttok, ez ilyen fix dolog marad egészen végig. Eléggé letisztult területeket látunk, itt semmi nincsen, tehát se víz, se folt, se csík, semmi.
És a geológus az megpróbál a kövön átmenni, hát nem fog neki menni. Azért próbáltam ide középre kiküldeni a geológusokat, mert... Ja, hát, ha találnak vizet. A víz az természetesen majd fog kelleni később. De ennyi egyébként a játék bemutatása, tehát az alapokat igyekeztem elsajátítani, de még az alapok elsajátítása is gondot okoz az én számomra. Rengetegféle épület van, tehát próbáljam elmagyarázni a legkisebb épületek közül, jó? Például a magyarítás még nem teljesen kész, de természetesen az halad egyfolytában. A kőfejtő, favágókunyhó, erdőőr, tehát ez a faültető, halászkunyhó, vadászkunyhó, vadőrkunyhó, kút, innen nyerik a vizet, felderítő kunyhója és őrház. Következő, ez a közepes ház. Na itt van olyan, hogy raktár, fa edzőműhely, mert van sima fa és van a farönk, tehát ez ilyen edzett fa. Van a mészégető, a nádudvar, a pékség, a kis sörfőzde, mert ezt később lehet fejleszteni, a kocsma, a kocsmát is lehet fejleszteni, a faszén égetőház, a kohó, a hajógyár, a szerszámkészítő műhely, a határőrház és a torony. A torony is persze, ezek mind hadi épületek. A nagy épületek közül van olyan, hogy marhafarm, weaving mill, ez a nád növesztőhely, farm, sisakkészítő műhely, erőd, tehát látjuk, ennek a lefedettsége nem gyenge, tehát ezt tudom javasolni, hogy ezt esetleg majd építsétek sűrűn. Küzdőtér és kiképzőtábor. Na most a küzdőtérhez meg a kiképzőtáborhoz arany kell, és az aranyat csak a leg-leg-leg végén tudnám javasolni. A többi esetben nem. Na, amit most éppen láttatok, ez a épület felsorolás, ez csak és kizárólag a barbárokra vonatkozik. Az atlantisziaknak, meg a birodalmiaknak, meg megint teljesen másfajta épületeik és hasonló ilyen képződményeik vannak. Megpróbálom a térképen megkeresni őket, hát ez most nem jött be. Ez se az. Itt van. De hát ez most pont ki van kapcsolva. Ó, hogy a rohadás. Ez pont ki van kapcsolva. Itt egy nagyító. Ez teljesen jól jön. Na, itt van egy atlantiszi bekapcsolt bot. Tehát látjátok, itt az épületek is teljesen máshogy működnek, illetve máshogy néznek ki. Hát kinek melyik tetszik, ugye? Tehát, na most találja haza. Persze, kék színű vagyok, úgyhogy nem kell nagyon keresgélni. Mihest készen van az erőd? Itt látjuk, hogy mennyi nyersanyag kell, abból mennyi érkezett meg, és hogy hány százalék készenléti állapotban van ez a dolog. Mihest készen van a katonák? Itt a létszám, hogy hány katonánk van. Most hirtelen nem tudom, hogy melyik az egyébként. Kocsmáros, sörfőzőmester, faszenegető, mesterbányász. Van a bányász, a kisbányász, meg a nagybányász, tehát ezek is ilyen szinten tudnak lépni. Na itt van katona, 45 darab katonával rendelkezünk, ami mind a központi bázison leledzik így jelenleg. Ide egyébként egy ilyen gránitbányát kéne létesíteni, ez azért fontos, mert akkor onnan is jön a kő. Ide pedig lesz olyan, hogy mészégető. A mészégető csinálja azt, hogy a zúzott kőből csinálja a cementet. És nem értem, hogy a zúzott kőből hogy lehet cementet csinálni, mindegy. Ő ezt meg tudja csinálni, tehát ez egy ilyen profi csávó. Azt várom egyébként, hogy az erőt kész legyen. Ja, meg van help, mint enciklopédia. Mi az, hogy arany? Mi az, hogy aranyérc? Mi az, hogy bronzfejsze, búza, cement, csákány, ebéd? Edzett fa, erős sör, gyenge sör, farönk, favágóbalta, fejsze, hal, harapnivaló, ez ugye sokkal kisebb, mint az ebéd. Tehát ezeket így össze kell rakni pitából, meg húsból, és akkor az lesz az ebéd. Van horgászbolt, van hús, van konyhai eszköz, van széles... Ezekkel mind te neked rendelkezni kell ahhoz, hogy jól haladj az adott játékban, és esetleg az ellenfeleket ugye le tudjad majd igen hatékonyan győzni. Ide is teszünk egy kő... fejtőt, mert hát kőfejtőből itt ezen a pályán sos elég. Ja, meg létszám. A létszám az azt jelenti, hogy hiába csinálsz 52 darab kőfejtőt, ha nincsen kőfejtőd 52 darab. Van olyan, hogy geológus 5, tehát az tényleg csak arra való, hogy kiküld, aztán de jó. Nincsen egy darab halászot sincsen. Egy kőfaragó van, kovácsból 2 van, 45 katona, 5 darab
Ökör van. Az ökör az ahhoz kell, hogy a kereskedelmi útvonalakon, amik itt középen van, ezeket meg lehessen vele gyorsítani. Akkor van két darab favágó még, van nulla darab vadász, van bányászból négy darab, kovács is van még, azt hiszem kettő, de az csak a sima kovács, akkor kiképzőből már nincsen egy darab se, gulyás sincsen, tehát egy csomó dolog itt nincs. És én nem tudom, hogy ezeket a szakmákat hogyan lehet kiképezni, tehát hogyan lehet az embert rávenni, hogy ezt az adott szakmát csinálja. Hát még az elején vagyok én is a játéknak, tehát kicsit nekem még így furcsa ez a dolog. Közben már elkezdődött a farmnak az épülése, ilyenkor már a pékséket is érdemes letenni, hogy ne búzát tegyünk, hanem legyen pita, meg legyen ebéd, meg ilyen dolgok legyenek. Hús az továbbra sincsen, tehát semennyire sincsen. Amennyi húst itt elő lehet keríteni, azt vagy úgy, hogy elengedsz vadállatot, és azt befogod. Van olyan, hogy vadőr. És a vadőr engedi el az állatot, és a vadász az, aki megfogja. Tehát ezek ilyen testvérek, szerintem. Itt vannak itt fönt birkák, meg hasonlók, de természetesen ez nagyon-nagyon minimális. Hogyha később beindul a játék, akkor te neked kell majd a vadőrt, mint szakma elhelyezned, és akkor a vadőr elindítja az állatokat, és akkor a vadász meg befogja, és ebből a húsból te majd jól laksz. Na, megvárjuk, amíg készen lesz az erőd. Ez már 60%. Itt ezek vasérc, meg szén, ezek ilyen külön ilyen területek. Külön ki van kerítve, soha nem fogy ki, meg ilyenek, tehát ne is várjuk. Ez a kő itt nagyon-nagyon útban van, tehát ezt a követ itt nagyon gyorsan el kéne bányászni innen, hogy ilyen finoman fogalmazzak. Itt elkezdték kihordani a nem tudom mit. Ez nem tudom mi. Ez a kaja. Ez a harapnivaló. Ez a kaja. Kihozták a kaját. Így van, és viszi be a harapnivalót. Itt látjuk, ó, azért annyit ne egyetek. Tehát egy darab bányász van, akiből majd főbányász lesz. Nem pedig mesterbányász, ugye ez majd a későbbiek folyamán lesz elérhető. De egy darab ember kell azért ne egyen annyi harapnivalót, tehát maximum négyet raktározhat el, a többi az egyből megy vissza a bázisra. A játék ennyi egyébként, tehát szépen fejlődni kell. Most megpróbálok betölteni egy másik játékállást, ahol kicsivel jobban előrébb vagyok haladva. Játék betöltése. Ugyanez a pálya. Tehát egy az egyben ugyanaz a pálya, csak egy kicsit jobban haladt a dolog. Na, itt amit láttok, ez ugyanaz a pálya, mondom még egyszer, tehát ugyanaz a gránit pálya. Itt már nincsen kő. Itt egyetlen harcos van az erődben, mert így is lefedi a területet. Itt már itt tartok len, hogy szénbányát és mély vasércbányát működtetek, azonban egy pár dolog így sincsen. Tehát nincsen ellenfél, tehát nincsen bot. Egyetlen bot van itt fönn, de természetesen ez ilyen védekező jellegű, tehát nem egy hatalmas nagy kihívást jelent, hanem egyszerűen csak így el vagyunk, így játszogatunk. Halászkunyó 100%-kal megy, a farm az 75-tel, a kövön természetesen nem lehet semmilyen farmot vagy ilyesmit csinálni, akkor van sörfőzdén, kocsmánk, faedzőműhely, és itt már mennek az ökrök, ugye akik helyettesítik a hordárokat, a kohó nem nagyon akar működni. Igen, mert aranyérc az nincs, tehát nem tudom, ez valahogy nem nagyon akar menni, mert nincsen arany. Egyelőre kikapcsolom. Ezt a kohót, mert itt a pályán nincs arany. Tehát ezt teljes mértékben el kéne felejteni, hogy a pályán itt arany lesz. Ezeket a részeket még nem sikerült teljesen megértenem, hogy így kell átmenni, a homokra nem lehet építeni. Tehát a pálya valószínűleg azért van így csinálva, mert megnyom a space-t, ugye, hogy itt lehet látni, nem lehet katonai épületet letenni, csak itt fönn. És az meg elég kicsi ahhoz, hogy ne lásson át. Tehát nekem négy darab erődöt kell csinálni ahhoz, hogy eddig ellássak. Valószínűleg ez azért ilyen nagyon-nagyon kemény, mert ez az arany rész. Idáig még nem jutottam el, hogy az aranyat ki bányásszam. Hát nagyon kemény. Tehát
hogy értsétek, így néz ki a pálya, és minden egyes sávban más dolgok vannak. Tehát nem jutsz hozzá nyersanyaghoz, amíg odáig el nem érsz. Na nézzük a főadi... Hoppá. Nézzük a főadi szállást. Tehát van 48 vizem, 20 hús, 0 fa. Tehát nincs már fa. Nincsen farönk, tehát ez valami katasztrófa. Egy pár dolgot elrontottam így is. Tehát először is mindenképpen kell egy páros. Hogy mindig legyen mit vágni, mint fa. Van erdő őrkunyhó, meg favágó kunyhó. A favágó kunyhó vágja a fát, de erdő őr az meg ülteti. Tehát nagyon-nagyon lassan, de a sima fa az mindig lesz. A faedző műhelyet meg ki kell kapcsolni a fenébe, hogyha nem akarod, hogy az összes raktáron lévő fát ő megedze. Mert csak edzett fa lesz, és az edzett fából egy csomó mindent nem lehet megcsinálni. Tehát 100%-a megy a favágó kunyhó, mert a két erdőőr itt megállás nélkül ülteti a fát neki. Nem tudom az arányokat például, hogy hány fa ültető kell hány favágóhoz. Meg van olyan, hogy vadász meg vadőr. Hogy hány vadász meg hány vadőr kell, hogy egyensúlyban legyen a vad és a vadászat, mint olyan. Ezeket a dolgokat még nem tudom. Remélem segítettem ezzel a játék bemutatóval, és kedvet kaptok hozzá. Nagyon jó kis játéknak tűnik, csak nekem talán egy kicsit bonyolult még, mert újra játszó vagyok, tehát nekem ez már régóta megvolt az a játék, csak kicsit hanyagolva volt az elmúlt időben. Úgyhogy remélem tetszik majd ez a játék. Sziasztok, minden jót!